egymást érik a mérkőzések. Kétszer 10 perces egy-egy félidő, ha a döntetlen eredmény születik, akkor úgynevezett szétlövés következik a strandkézilabda sajátos szabályai szerint. Forró a homok és tűz a nap, de ez éppen ideális körülmény ehhez a sporthoz. A versenyszervezői azt mondják, a város támogatásával újra visszakerült a strandkézilabda térképére Balatonalmádi. Egyre komolyabb, Magyarországon egyre komolyabb szervezés folyik, egyre sikeresebb a sportág. Nemzetközi viszonylatban, európai szinten ott van a magyar strandkézilabda az élmezőnyben, ha mondhatom azt, a lányok az elsők, úgyhogy én szerintem itt egyre komolyabban veszik a csapatuk. A férfiak között a veszprémi játékosokból álló Beach Devils csapata legutóbb is eredményesen szerepelt, így a 6. helyen állnak a pontversenyben. Eddig jól állunk, eddig benn vagyunk a döntőbe jutott 10 csapat között. Ez itt az utolsó torna, ahol pontokat lehet gyűjteni. Még két riválisunk van, aki utolérhet minket. A célunk az, hogy itt most előttük végezzünk, és akkor biztos lesz a döntős helyünk jövő hétre. Kiélezett küzdelmet hozott a királylányok és a dögös ötök mérkőzése. Bár a füredi tapolcai versenyzőkkel kiálló királylányok most alul maradtak, még megvan a reményük arra, hogy bejussanak a hétvégi döntőbe. A csapat frontemberétől megtudtuk, mi a különbség a terem és a strandkézilabda között. A strandkézilabda és a rendes kézilabda között gyakorlatilag annyi a hasonlóság, hogy mindegyiknek a kézilabda az alapja. A strandkézilabda sokkal inkább egy látványosabb, egy kötetlenebb sportág, és ugye gyakorlatilag ez a kiegészítő sportága a kézilabdának, tehát csak nyáron űzhetjük itt a strandon. Egyedi még, hogy a strandkézilabdát négyen játsszák. A kapus cserélő játékos az úgynevezett nyúl, aki a támadások során áll be. Az általa szerzett gól 2 ér. Ugyancsak 2 ér a 360 fokos fordulattal elvégzett találat is. Az almádi fordulón a 3 pályán zajló küzdelmek után kulturális programok is várták az ország különböző részéről ide látogató sportolókat. A borsodi strandkézilabda nemzetközi bajnokság döntőjére augusztus 8-án és 9-én kerül sor az Akaratjai Bercsényi strandon.